július 1-e nagy nap Csovos páros életébe, hiszen pontosan ma 75 éve, hogy településünk megkezdte önálló életét. Már a 20. század elején is voltak olyan gondolatok, olyan törekvések, hogy a két pusztát, a Csólyost és Páros pusztát össze kellene vonni, de a település alapítók több mint 4 évtizedig küzdöttek azért, hogy ez a dolog sikerüljön, és szerencsére 1945. július 1-én megkapták a minisztériumtól azt az engedélyt elődeink, hogy a település megindulhatott az önálló zsodás útján. Hát szerettünk volna a 75 éves évfordulóról, születésnapról megemlékezni, egy nagyszabású ünnepséget terveztünk, de nyilván a koronavírus járvány keresztül húzta a számításainkat, tulajdonképpen átírta a forgatókönyvet, így egy szerény ünnepséget rendezünk csak. Tegnap már elkezdődött a dolog, egy futóversenyt rendeztünk, 75 méteres futóverseny, stílszerűen próbáltunk igazodni a születésnaphoz. Tulajdonképpen megkerestük Csovos Pálos leggyorsabb embereit, férfi kategóriába és női kategóriába is. Ma folytatódnak az események. 18 órakor a templomba egy ünnepi szentmisén emlékezünk meg a település alapítókról. A misét Gál József plébános úr fogja bemutatni, és az ünnepség második részében, szintén a templomba, a tamburás együttes, a Csóspasi tamburás együttes ad egy élő koncertet. A tamburás együttes, hogy tudni kell, hogy néhány nappal ezelőtt a Bács-Kiskun megyei közgyűlés úgy döntött, hogy Bács-Kiskun megye kultúráját díjjal tünteti ki az együttest. Hát ennél azt gondolom, hogy szebb születésnap ajándékot nem is kaphatott volna Csólyos Pálos. Hirdettünk egy játékot is, egy tipp szelvényt kellett kitölteni a kedves helyi lakosoknak. Az volt a címe, hogy ki tud többet Csólyos Pálosról. A kérdések gyakorlatilag a 7,5 évtizedes történetét dolgozta fel a településnek. A legjobban tippelők között kisorsolunk egy 75 000 forintos vásárlási utalványt, amelyet a Halácsi Boltok Kft. Ajánlott fel. Ez is a sorsolás a templomba fog majd megtörténni. Tehát szerény ünnepséggel készülünk a születésnapra, és még nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy készítettünk egy néhány perces filmet a településünkről, ezt is szeretnénk bemutatni. Bízom benne, hogy el fogja nyerni mind a lakosság, mind a kis térségben élőknek a tetszését.